amíg Szandra nem jött és nem pakolt be velem négy napra négyünknek, addig mi pont a dupláját használtuk ezeknek a bőröndöknek. Sziasztok, Fruxi vagyok, és ma van egy vendégem, Cserta Alexandra, vagyis Szandra. Sziasztok! Aki otthonszervezési tanácsadó, Magyarországon a legprofibb, a Kívülbelül Boldogság csatornának a tulajdonosa. És azért hívtam a vendégül, mert én megismertem Szandrát egy pár hónappal ezelőtt, és segített itthon nekem rendet rakni a szekrényekben, és mióta az ő hajtogatási tanácsait követem, azóta sokkal rendszerezettebb itthon minden, és még utazás előtt is sokkal könnyebben be tudok pakolni. És most ezt a videót azért készítjük nektek, mert most négy napra megmutatjuk nektek azt, hogyha a Szandra segítségével és tanácsai alapján pakolunk be, akkor mennyivel helytakarékosabban tudunk bepakolni mindent, illetve sokkal áttekinthetőbb. Úgyhogy most Szandra hozott egy pár kütyüt is nekünk, amiket megmutatunk. Ezeket én még sosem használtam, mert én csak a hajtogatási módszert használom, de már az is tök szuper, viszont ettől most teljesen dobtam egy hátast. Miket hoztál nekünk, Szandra? Igen, ugye láthatjátok, hogy először bepakoltunk, hogy lássátok, hogy tényleg négy főre, négy napra be lehet pakolni. Egy bőrönbe. Természetesen ugye a kaja, vagy a kis, nem tudom, plüssállatok, személyes műtyűrök, fontos, hivatalos dolgok, azok ugye a hátizsákban lesznek, de maga a bőrön, amit feladtok esetleg, csak egyet kell feladni, és hogyha most azért utazunk különböző légitársaságoknál, azért a bőrönd ára is egyre megy följebb, szóval mindenképpen hatásos, hogyha csak egy bőröndöt kell feladni. És ugye fruzsiékra terveztük ezt az egészet. Hány évesek most a gyerkőcök? 2,5 a kicsi, 5,5 a nagy, úgyhogy még pelenka is van sajnos. Nem sokára elhagyjuk, nekem igen. Most 3. Ugye fölülre kerültek fruzsinak a kis szép blúzai, amit nem akartunk összegyűrni. A válfás hajtogatósok. Igen, megpróbáltuk ugye minél kevésbé összehajtani, a tetejére rakni, minél kevésbé gyűrődjön, és ugye ezzel a gumival pedig lefixáltuk. És most vasalót egyébként te nem szoktál bepakolni? Mert vasalót? Aha, tudod, én összecsükötő vasalót. Én nagyon parázom ezen, hogy az ilyen szép ruhák, hogyha a válfán viszem egyébként kocsiba, akkor mondjuk a repcsis utazásra viszem, akkor mi van egyébként? Én ezért repcsisre nem is szoktam vinni ilyet. Csak most neked bizalmat adtam, hogy ez nem fog összegyűrödni. Hát figyelj, valamilyen szinten meg fog egy picit gyűrödni, mert azért a bőrönbe vagyunk, bőrönbe hagyjuk, valami azért történni fog vele, viszont vasalót nem raknék be a bőrönbe, tehát odáig nem jutnék el. Akkor biztos, hogy nem férnél bele egy bőrönbe, ha vasaló is beleférne kicsim ebbe a szekcióba. Beraktunk egy kis személyes dolgot, természetesen a gyerekeknél. És itt vannak ugye a pelenkák, hoztartozó egyéb dolgok. Igen, ez nagyon nagy helyet foglal sajnos, ezt nagyon utálom. Amúgy, hogyha négy napra vinnéd, akkor nem feltétlenül van szükség egy egész csomagra. Tehát én például kiszoktam régebben számolni, mert most már leszoktunk, hogy egy nap hány pelenka, és akkor hozzáadok még 2-3-at, és akkor így pont kijön. Tehát akkor mondjuk nem kellene az egészet elvinni. Kicsivel tudunk csak kevesebbet vinni azért. Hogyha pont az számít, az a pár centi, akkor az számít. És akkor amit ugye hoztam, ezeket a rendszerezőket, ez ilyen bőrönd rendszerező kis kocka, és nekem azért is tetszik, mert elég kemény anyagból van, hogy tartása legyen, viszont hálós, hogy átlátszó legyen egy kicsit, tehát nagyjából be tudjátok azonosítani, hogy mi van benne. Itt mondjuk ugye a gyerekek fehérneműi, tehát alsógatya és zokni van benne, a két gyereknek egybe beraktuk a fehérneműket. Mi, hogyha ezt ugye a mi családunkra vetítjük, nekünk ugye csak egy gyerekünk van, akkor általában ez a férjem zoknis alsógatyás szekciója, mert abba pont befér, de ugye ez egy szett, de hogyha nektek több gyereketek van, vagy többre van szükségetek, akkor simán lehet venni ugye többet. Tehát ebből van benne ugye a gyerekeknek az alsóneműi. Én azt szoktam csinálni, hogy megérkezünk, ezeket kivágom bele a polcokba, a szekrényekbe, de még sincsen az, hogy össze-vissza dőlnének, hiszen van egy tartása ezeknek a tárolóknak. Úgyhogy ebbe vannak benne még a gyerekeknek félig a cuccai. Két gyereknek van benne négy napra a cucca. Ebbe. Ez komoly, nem? És ez a fruzsié. Ennyi a legnagyobb. Igen. És ez pedig a fruzsi férjé. Úgyhogy ez van az egyik oldalon igazából. Van a necessary-unk.
Igen. Mi ilyenkor Zsoltival közös neszeszert használunk, úgyhogy max van benne 2 fogkefe, egyébként közös neszeszerünk van, bájos pöttyös. És nekem például nagyon tetszik, hogy átlátszó. Tehát egyrésztről azért is, mert meg kell adnod magadnak a lehetőséget, hogy rendszerezve tartsd benne, mert hogyha a káoszon benne, akkor már is ugye rosszabbul érzed magadat, másrészt meg pontosan tudod, hogy mi hol van, és nem kell folyamatosan kutakodnod, és nem utolsó sorban pedig azonnal látszik, hogyha valami kifolyott. Igen. Van egy gyerekneszeszerünk is egyébként. Igen, és akkor ehhez a szethez még hozzátartozik egy ilyen cipőtartó is, ebből csak ugye egy van, és láthatjátok, hogy ennek az alternatívája az, hogyha belerakjátok mondjuk egy vászonzacskóba, ami egyrésztről jó, mert hogy védi ugye a többi, igen, a két egyrészt ugye védi a bőröndöt és a többi cuccot is a koszolódástól, ebben mondjuk pont csak papucsok vannak, viszont hogyha szeretnétek ilyeneket, akkor akár mindenkinek lehet egy külön kis cipős zsákja, ami azért hasznos tud lenni, mert akkor mindenkinek megvan a cipője, fel is lehet címkézni akár, hogy kié melyik, és akkor mindenki tudja, hogy hol vannak a cipői, és nem utolsó soron pedig maximalizálni tudjátok, hogy ami ide befér, azt hozhatja anyu, azt hozhatja a gyerek. És ez azért elég jól szokott működni. Hát nagyon szépen köszönöm, mert tényleg alapjában véve, amíg Szandra nem jött és nem fokolt be velem 4 napra négyünknek, addig mi pont a dupláját használtuk ezeknek a bőröndöknek, ugyanis mondtam neki, hogy eddig az volt, hogy ebben a bőröndben volt Fruzsi cucca egyik felén, másik felén a Zsolti, és a gyerekeknek is volt egy, viszont így most bepakoltunk egy bőröndbe, ami marha jó, úgyhogy ki is fogjuk próbálni októberben Lisszabonba. Hogyha minden egy helyen van, és megpróbáljátok ti is minél jobban kompaktizálni. Hogyha nem fértek be egy bőrönbe, akkor lehet 2 bőrön, de akkor inkább legyen 2 bőrön, mint hogy 1 bőrön, meg 3 zacskó, meg 4 nem tudom micsoda. Tehát próbáljátok meg mindig kompaktan és rendszerben gondolkodni, és akkor hatékonyabban tudtok bepakolni, és akkor kevesebb stressz lesz aki meg a bepakolásnál. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Szandra. Nézzétek meg Szandrának a weboldalát is, a kívülbelül boldogságot, mert a lakásban mindenféle praktikus tárolóeszközt tudtok vásárolni nála, és nagyon szépen köszönöm, tényleg, mert nagyon hasznos volt. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Sziasztok!